por tu tierra adentro yo miré por... Mi is lassan lepihenünk a turista Susan egyet a tóparti szállás helyen. Wow! Világító torony. Nem megyünk neki? Inkább csúszunk róla egyet. Van, aki a világító torony közelében ring a tengeren, mások szélsebesen repülnek egyenesen a vízbe, miközben a Velencei tó panorámájában gyönyörködnek. Verseny a nagyfiúval? Verseny a nagyfiúval, így van. Ki nyer? Általában a nagyfiú. És aki először indul, gondolom. Meg aki először indul, igen. Szerintem előzni tilos. Előzni tilos, így van. Így ezt a legutóbb nyertünk a kicsivel közösen, mert így lementünk. Hogy kell csinálni úgy a csúszást, hogy ne fájjon a popsír, és hogy jó gyors legyen? Hogy lefekszel. Hasra? Nem, hátra. A hátamra? Hát én úgy szoktam. Míg Bence a következő 100 csúszásra rohan, mi a napernyőre voksolunk, persze koktélos színkavalkáddal. Hibátlan. Köszönöm szépen. Kortyolgatás közben a Holdfény parton István elmeséli, hogy a Velencei tó körül ma már számtalan szálláshely van. Még néhány évvel ezelőtt egynapos kirándulóhely volt, ma már a turisták többsége nem utazik haza. Lehet itt találni a négy csillagos superior besorolású szállodától egészen a kempingekig mindenféle lehetőséget. Nagyon sok programmal összefognak a szolgáltatók most már, tehát egymás keze alá dolgozunk, és együtt ötletelünk, és találunk ki olyan programokat, ami miatt érdemes nem csak egy fél napra, vagy egy délutánra lejönni, és fürdőzni egyet, hanem egy éjszakát is itt tölteni. A minőségi szálláshelyek a Velencei tónál is meghosszabbítják a szezont egész évre, hiszen az időjárás kevésbé leszkészteti meg a nyaraló vendégeket. Nincs akkor a kockázat benne, tehát az ember rászállja az időt és a pénzt, és lefoglal 2-3-4-5 éjszakát valahol egy wellness szállodában, akkor ha bejön egy nap rossz idő, azért a gyerekekkel is, felnőttek is el vannak bent a medencékkel, szaunákkal. Nekünk szerencsénk van, csodás a nyár, és már készülök is a következő napi élményekre. Ma már aztán volt mindenféle sport, vízibicikli, pedalboard, kerékpártúra. Most jöhet az ágysport, így a koktél után.